idén is volt mulatság, nem is akármilyen a József Attila lakótelepi nagy játszótéren. A másfél napos rendezvényt a Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményei szervezte, fővédnöke dr. Bácskai János polgármester, védnöke Görgényi Máté, a városrészi önkormányzat elnöke volt. Mint minden évben ez alkalommal is a hangsúly a családi programokon volt. Péntek délután a Misztrál együttes kezdett gyerekműsorával. Széllel csündök lenni nem lát, éjesz földet gyönyörű virágokkal. Mezők illatoznak jó szagú rózsákkal, sokszínű violákkal. Minden föld és vizek lát, úgy tetszenek, mintha megújulnának. Új rózsa koszorús, kegyesek és szűzek kifiakkal táncolnak. Jó szavú gyermekek vígan énekelnek, mindenek vígan laknak. Minden föld és vizek látni úgy tetszenek, mintha megújulnának. Mi szeretünk idejönni Ferencvárosba, mindig kedvesen fognak. Mindenféle zenei stílus meg fog szólalni, mint amely az nálunk szokványos. Lesz ebbe háromnegyedes sramli-szerűség, lesz benne blues, lesz benne kisebb, ilyen ősibb zenei stílus. És kik azok a költők, akiket most ide varázsoltak? Szepesi Attila, Szabó Lőrinc, Balassi Bálint, Romhányi József, és még sorolhatnám. Ugye régebben a vers nem létezett zene nélkül, és ezt próbáljuk egy kicsit így visszahozni a köztudatba, nem csak mi, hanem sok-sok együttes velünk együtt. Így szól még ma is. Másnap a nagyjátszótér hangulatát meghatározó csodafa köré várta a gyerekeket Csepükóc és Tiriri, na és a muzsikás kismalacok. Kormos István verses meséből állítottunk össze fél órányira valót, ez volt a kérés a rendezőktől. Igyekeztünk visszaadni a hangulatát, a nemes szövegét, és bábokkal, illetve animációval segítettük meg a játékot. És a gyerekeket is szeretnénk bevonni a közös játszásba. Hát a mese az egy olyan ősi nyelv, tanulságokkal, példákkal, mitoszokkal, legendákkal, ami mindenki számára, még a felnőttek számára is, hogy mondjam, egy élményt adó műfaj. Tiriri! Segítsetek! Tiriri! Ébresztő! Tiriri! Ébresztő! Ha lakótelepi mulatság, akkor természetesen a sportos feladatok sem hiányozhatnak. Szombat délelőtt az Érezd Jól Magad klub szervezésében 5 próbával és ügyességi játékokkal várták a gyerekeket, sőt, bárki összemérhette erejét Nick Árpád Guinness rekorderrel is. A kressz szabályaival és az autóvezetéssel játékos formában ismerkedhettek meg a gyerekek. Mindeközben a nagyjátszó téli színpadon idén is a zenés ébresztőről az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós növendékei gondoskodtak. Őket a Dési Huber Művelődési Ház művészeti csoportjai követték, a Brill Kids Tánciskola, a Harmónia Balettiskola,
a Rocking Board, az Ötelem Wushu Egyesület és az April Secret Section Tánciskola. A tánc bemutatók után jó ebédhez szólt a nóta, ezúttal Bura Sándor és zenekarának jó voltából. Ebéd után jöhetett a desszert. Idén második alkalommal hirdették meg a lakótelep legjobb sütije versenyt. A zsűri tagjai voltak Dr. Bácskai János polgármester, Görgényi Máté, a József Attila városrészi önkormányzat elnöke, és Nándori László, Ferencváros híres cukrászmestere. Cukrászdája a Nándori cukrászda tavaly és idén is elnyerte a Magyarország cukormentes tortája elismerést. A lakótelep legjobb sütije elismerésben pedig a zsűri döntése értelmében Halasi Gyöngyvér narancsos gyömbéres csokoládé tortája részesült. Idén összesen 4 versenyző volt, de rendkívül finomak voltak a sütemények, tehát tavaly többen indultak, talán egy picit a mezőny szortabb is volt emiatt. Az első helyezett narancsos, gyömbéres csokoládétorta narancsdíszekkel. Hát komolyan mondom, hogy ez azért annyival egy picit számomra több volt, hogy ezt úgy egy az egyben még a cukrászdába is kitehettem volna, és szerintem ott is megállta volna a helyét. Sokszorra sikerült megnyerned ezt a versenyt. Szerinted mi a titkod? Hát igazából az, hogy utána nézek dolgoknak, folyamatosan próbálok fejlődni, meg nagyon érdekel, imádom ezt csinálni. Én találtam ki, hogy mi legyen, illetve a férjemmel konzultáltunk. Mindig ő mondja meg, hogy ez így jó lesz, finom lesz, nem lesz jó, úgyhogy segít a döntésben. A terhességem alatt kezdtem el ezzel úgy igazából foglalkozni, aztán így fejlesztettem magam hónapok alatt. Tradicionális nemzetiségi ételeket is lehetett kóstolni a nagyjátszótéren, a színpadon pedig a német, görög és szlovák nemzetiség táncaival és dalaival ismerkedhetett meg a közönség. A nemzetiségi műsorról jövő heti Közös tér című műsorunkban számolunk be. A nagy színpad körüli sátrakban civil szervezetek, egyesületek, így az Iris családi kör, a Medáliák, az Aluljáró Ifjúsági Egyesület és a Szabó Ervin Könyvtár interaktív programokkal várta az érdeklődőket. A lakótelepen jelenlévő egyházak is képviseltették magukat, az evangélikus gyülekezet, a Forrás Baptista gyülekezet, a Budapest külső Üllői úti református misszió egyházközség, a Szentkereszt plébánia és a Magyar Pünkösdi Egyház új élet gyülekezete. A vállalkozók Ferencvárosért Egyesület sátrában jótékonysági ebédet szerveztek. Az ebédhez való hozzájárulásokat a Szerető Kezek Idősek Gondozóházának ajánlották fel, délután pedig neves ferencvárosi színművészek, labdarúgók részvételével talkshow zajlott a sátorban. Lehetett tájékozódni természetesen a szervező Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményeinek programjairól, valamint a Túraida Színház idei évadáról. A lakótelepi bicikli utakról és a nemrég elindult Ubiról adott tájékoztatást a Magyar Kerékpáros Klub délpesti szervezete. Az egészségügyi sátorban vércukor, vérnyomás és koleszterin mérésre volt lehetőség, a zöld sátorban pedig főleg az egészséges életmóddal, étkezéssel kapcsolatban kaphattak tanácsokat a lakótelepiek. A Ferencvárosi Önkormányzat és a Részönkormányzat sátrában is folyamatosan várták az önkormányzat munkájával kapcsolatos kérdéseket, lakossági észrevételeket, és még sakkozni is lehetett. A kihívó Slahetka Gáspár volt, aki a Nagykanizsán megrendezett Senior Rapid országos egyéni sakkbajnokságon Ferencváros képviseletében 3. helyezett lett. A nyitó meccset Dr. Bácskai János polgármesterrel játszotta. Valamikor aktívabban játszottam, az utóbbi 10 évben ez már nagyon a háttérbe szorult, de ezt a sakkot, ezt az ember, ha egyszer megszereti, nem tudja abba hagyni. Időről időre azt gondolom, hogy felújítom a sakkhoz való szeretetemet, és meg szoktam jelenni néhány versenyen. Ez is olyan verseny volt, ahol régiekkel összefutva nagyon kellemesen jól éreztük magunkat, és nem utolsó sorban a Ferencváros dicsőségére jól helytáltunk. Akár egyéniben én, akár a csapat.
A József Attila lakótelepi mulatságon idén is minden program ingyenes volt, így a pónilovaglás, a kisvasút, az ugrálóvár, a körhinta és a trambulin is, ami nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében. Évben szoktunk jönni, úgyhogy most nagyon jó, hogy ingyenesek is egyébként, annak nagyon örülünk, úgyhogy jó, a kisfiam is élvez egyébként, már 3 éves lesz, úgyhogy nagyon jó, jó, szeretjük. Milyen programokra látogattok el? Mindent, amit lehet, meg ahova a gyerekkel el lehet menni, meg ahol megáll, meg van türelme hozzá. Nagyon tetszik, nagyon jó, mert lehet ugrálóvárazni, meg még sok dolog van. Milyen programokra szeretnél még elmenni most? Hát még szeretnék lovon ülni, meg még az ugrálóvárba szeretnék bemenni. Nagyon jó, rettentően tetszik az egész, mindent tetszik. Melyek azok a programok, amelyek érdeklik? Hát inkább a zenés programok. Most jöttem ki, de pont azért, mert minden évben ki szoktam jönni, úgyhogy szeretem ezt. Hát akkor minden évben kitetszik el. Milyen tapasztalatai vannak? Nagyon jó, mert ugye szoktak lenni koncertek, illetve lehet vásárolgatni, gyerekeket ki lehet hozni. Egész jó szórakozási lehetőség, és ezt hiányozna, hogyha nem lenne. Önt melyik programok érdeklik személyesen a legjobban? Hát még nem tudom a programokat a mai napon, de általában koncertek szoktak érdekelni. Térjünk vissza a nagy színpad programjaihoz, ahol szombat délután változatos zenei műfajok, operett, rock és balkáni zene is szerepelt a kínálatban. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha érnem még, ne engedj el. Köznap barátot köztet forgatom, hétvégén meg fellépni járunk, úgyhogy ez a kettő gyönyörű és kiegészíti egymást az életemben. Árizsba szép agyar, a grambulvázi járban áll. Sétálom áll a szajnapan, a kis poletti szép arra tart. Az operett azért reneszánszát éli, hála jó Istennek, a magyar műfajok megint előtérbe kerültek, ugyanúgy, mint a magyar nóta és a magyar operett. Egy hosszú rendszerváltásunk után, egy hosszú hallgatás után megint egyre népszerűbb, egyre több fiatal nézi, egyre nagyobb igény van rá, és ez nagyon fontos, hogy így legyen, mert ez egy izigvérig magyar műfaj, és nagyon fontos, hogy mint Hungarikum, ez legyen fiatal utánpótlás, és ha már fiatalnak mondhatom magam, hogy nem csak a idősebb nyugdíjas korosztály énekelje és hallgassa, hanem a fiatalok játszák. És hallgassák. Szárnyakon, színű röhög, mindig álmokat kergetél. Látod, ilyen is voltam, látod, ilyen is voltam. 36. éve vagyok a pályán. 57-ben az SOS együttessel kezdtem, és utána pedig 80-ban a Mobilba folytattam, és ott nagyon-nagyon sokáig voltam, közel 18 évig. Utána pedig 96-tól összeállt a Tűnőgyilok Band. Péterrel rengeteget dolgoztunk, közel 24 évet, sajnos a 25-öt nem tudtuk megünnepelni, mert meghalt, és ez borzasztóan rányomja a bélyegét a magyar rockzenére, hogy sajnos ilyen hang már nem létezik. Akkor tovább csináltuk a rockbandet, és a Mobilmánia zenekarral dolgozunk a mai napig is, ami egy monster produkcióval nőtte ki magát, most már 6. éve. 2006-ban volt egy súlyos betegsége, de meggyógyultál. 2006-ban a rengeteg túlfeszítettség miatt is, és az ember a lelkére veszi a sok munkába a sok problémát, ami alakul. Sajnos egy leukémia elindult nálam, ami hát halálos eredetűnek indult. Közöltek a kórházba, hogy 4 napból meg fog halni. Ahhoz képest most már 7. évet élem meg veletek és mindenkivel együtt. Rengeteg lemezt készítettem, a Mobilmánia töretlenül szárnyal a magyar rockpályán, és én azt hiszem, hogy ezeket a súlyos betegségeket is itt az agyban itt el kell dönteni, és le lehet győzni őket. Le lehet győzni. Nem könnyű. Én azt hiszem, hogy amit elképzelünk, amit meg akarunk valósítani, meg akarunk gyógyulni, akarunk sikeresek lenni, akkor ezt jó erősen gondoljuk át, és akkor sikerülni fog. Menj az úton, menj tovább! Ne nézz vissza már!
A József Attila lakótelepiek kitettek magukért péntek este, teljesen megtelt a nagy játszótér, fergeteges hangulatú koncertet adott Nagy Feru és a Beatrice. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek a meghívást, és természetesen a polgármester úrnak, Bácskai Jánosnak. János, gyere! Így már nagyon könnyű helyzetben vagyok, hiszen éppen most beszéltünk meg, hogy 15 éves voltam, több mint majdnem 40 évvel ezelőtt, mikor első Ricse koncerten voltam Kőbányán, egy ilyen szűk helyen, és hát azóta is elég sokszor találkoztunk. Mindenki lakótelepi, ugye? Kedves lakótelepi, mindenki lakótelepi. Legzöldebb, legvirágosabb lakótelepen nagy örömmel köszöntök mindenkit. Ez a program is, a Ricse koncert is az önök, a ti kívánságotokra jött létre. Az önök kéréseit próbáljuk teljesíteni. Ricse, Ricse! Szép napokról is beszélgettünk Nagy Feróval és Röccivel, a Dési Művelődési Ház munkatársával, sok ismert rockzenekar, így a Beatrice egykori gitárosával. Röci az egy nagyon nehéz ember különben, mert amikor én hívtam először a Beatrice-be, azt mondta, hogy ne haragudjál, de hát én itt vagyok a P-box vagy a box, vagy valamelyik benne volt, és azt mondta, hogy nem tud jönni, és én nézem, hogy nem normális. Hát én azt mondtam, hogy a Beatrice-be jöhet, és ez annyira szeretem őt azóta, mert én is úgy vagyok, hogy ha valahova tartozom, akkor nem fogom elárulni azért, mert a Rolling Stones hív, nem érdekel engem. De aztán utána csak sikerült, és elkaptam, és akkor még jobban megszerettem, és annyira szeretem ezt az embert. Zselenc Zsöci László! Beugróként kerültem először be, és aztán annyira megszerettem, meg hát nagyon jól összebarátkoztunk, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor maradok, és 6 évig maradtam. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt. Hagy előtt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt. Hagy előtt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt. Zselenc Zsöci László! A Haller utca 27, az nem tudom, neked mond-e valamit, Ferencvárosi Művelődési Központ? Én még a Zsöci még javában, az Eddában volt, amikor mi már ott próbáltunk. Amikor aztán a Zsöcit hívtam, akkor ő már, akkor te már dolgoztál? Ott dolgoztam. Akkor már dolgozott, igen. És akkor ott vettük fel az első közös lemezünket, a gyermekkorunk kedvenc dalai. A színpad fölötti két öltözőben. Thank you.
Éppen az esti koncert előtt kezdett el zuhogni az eső, de ez sem tudta elvenni sokak kedvét attól, hogy láthassák, hallhassák a Hard Jazz Bandet. Hát mi már hozzászoktunk, főleg ezen a nyáron nagyon sok eső esett. Szeretem az ilyen smélabús, borongós időt, de inkább a napsütés. Hát azért ne felejtsük el, hogy a felhők fölött mindig kék az ég és süt a nap. Egyszer csak majd ez is elvonul. Szereted-e még a kék ibolyát, az én virágomat? Megérted-e még az álmaimat, s az én világomat? Hisz ez a modern világ, ma csupa motor. Nem divat a szív, a csók, s a virágcsokor. Szereted-e még a kék ibolyát, az én virágomat? Van esetleg valamilyen kötődésetek egyébként a kerülethez? Hogyne, én nekem a világ minden tájában van kötődésem, de én a Törökpál utcában a képző és iparművészeti szakközépiskolában jártam. És hát 83-ban érettségiztem, innen is üdvözlök mindenkit. Azon kívül hát ismerem a híres Benko klubot is, ahol sokszor megfordultam, amikor még ráértem jobban. Az ugye ott a szomszédban működött, igen, és működik a mai napig. Mellette, igen. Ezen kívül hát az első fogtömésemet is az iskolait itt csináltak. A családom nagy része Fradi Drucker, úgyhogy őket is jól ismerem. Futballistákat, volt gombfoci csapatunk is otthon. Meg hát nagyon sok rendezvényen fordultunk meg a Rádai utcában, és hogy nagyon nagy örömmel jövünk, és hogy úgy mondjam, itt szerintem van talán törzsközönségünk is. Banán blues, olyan mit a zene alá